videózni akarok végre. Erre csuklok. Tipikus. Na most talán elmúlt a csuklásom. Szóval, sziasztok srácok! Ebben a videóban most sminkelni fogok. Ami ugyebár, hát az én csatornámon annyira nem jellemző, de azért mégis van egy ilyen oldala is a csatornának, azt jól magaszontam. De a lényeg az, hogy ugyebár én nagyon szeretem Lejne Dóra könyveit, köztük a Bexit is, és most Bexinek, ugye Budai Rebekának a külsőjét próbálom meg úgymond lemásolni, vagy őt próbálom majd megszemélyesíteni így élőben, mondhatni, cosplayezni, vagy hát az ő inspirálta kinézetét fogom most így megvalósítani, vagyis megpróbálom megvalósítani. És ugyebár a könyvben bárhogy el lehet képzelni, vagyis vannak ilyen apró leírások, mit tudom én, hosszú barna haj, hullámos barna szem, mit tudom én, milyen a stílusa, mármint hogy az is benne van nagyjából, és most az én elképzeléseim szerint fogom, bocs, közben mozog itt az asztal, szóval az én elképzeléseim szerint fogom most őt megvalósítani, és bocs amúgy, hogy ilyen sárga vagyok, de amúgy is ilyen a bőrszínem, szóval most nem vagyok olyan jó fehér, mint hogy beszoktam állítani a dolgokat, de nem baj. Mutassuk a reális oldalamat. Szóval, hát kéne igazából egy ilyen sminktükör, tudjátok, amilyen asztali tükör, mert nagyon jó lesz most így egy kézzel szenvedni, mint ahogy szoktam. De hát még mindig nem jutottam odaig, hogy szerezzek egy olyat, szóval be kell érni ezzel. És majd a videó végén fogok mutatni ilyen ruha összeállításokat, amiket én úgymond el tudok képzelni Bekin. És kaptam a Donna Love Hair-től egy parókát, ezúttal is köszönöm nekik, és még nem volt időt bemutatni, és úgy voltam vele, hogy majd ebben a videóban fogom. Illetve szerettem volna egy gitárt is ebben a videóban, hiszen szerintem Bekihez elengedhetetlen egy gitár, hogy ott lógjon a nyakában, vagy a hátam, vagy bármi. De egyik ismerősömnek sincs, vagy ha volt, akkor eltört, vagy messze van az az ismerős, és nem fogom átszpelni A-ból B-be, szóval sajnos gitárt most nem tudtam szerezni, azért késleltettem ennyire ezt a videót, mert ezen az ügyön voltam, de hát sajnos nem jött össze. Szóval, ja, és amúgy bocs, hogy ennyire félnék a fejem, de hát rohadt meleg van, és majd a videó közben be fogom kapcsolni a ventilátort, amit nem fogtok hallani, mert leveszem a hangot, de akkor nem is beszélek tovább, hanem kezdjük el. Nos, ugyebár a sminket alapjáraton alapozással kezdem, és bár nem emlékszem, hogy Bexi nagyon alapozózna így a könyvben, de én kénytelen voltam, hiszen nagyon csúnya a bőröm, te vagyok, mint a szerekkel, mert most kijött egy csomó pattanás, hogy jó, így a videóban szerencsére annyira nem látsz. Ugyebár így az ujjam a pontokban felviszem, olyan, mintha valaki belefosott volna egy ventilátorba, de se baj. Aztán egy benedvesített szivacssal eldolgozom mindenhol. Majd időközben elkezd zavarni a hajam, tehát összefogom, azzal ne törődjetek. És utána jöhet a szemöldök rutinom. És úgy szoktam csinálni, hogy a szemöldököm elejének csak az alját kihúzom, majd a többi részen nagyjából kitöltöm, és utána egy BH Cosmetics-es ecsettel, ha jól emlékszem, a 11-es mérettel, meg ilyen kicsi ferdefejű ecset, azzal így elsatírozgatom a felvét szemöldökszerúzát, és ott elől így még jobban szétdolgozom azt a minimális festéket. Tudjátok, hogy kicsit ilyen umbre hatása legyen ott elől. Majd amikor a szemöldökeim már csodálatosak, akkor áttérek a szemhéjamra, amire egy ilyen rosszmanós primert viszek fel, ez csak simán az ujjaimmal, sem izgalmas. Majd a jól ismert palettámat fogom használni, amit valamelyik rendelős oldalról rendeltem, még valamelyik hol videóban benne volt, hogy hol, hát itt, ha. Szóval abból fogunk használni egy színt, amit itt a videóban találtam ki közben egyébként, mert amúgy annyira nem is akartam a szemhéjpúdert felrakni, de azért úgy voltam majd vele, hogy rakjunk, mert anélkül elég unalmas lenne. Szóval ezt a barackosabb, világos, barnás, fura testszínű nude, nem tudom mit választottam végül, azt nagyon szeretem. Meg amúgy ezt az egész palettát mindig ezt használom, hogyha sminkelek.
amit azt hiszem, hogy a 7-es, a 8-es, hogy fogalmam sincs már, hogy melyik ecsettel vittem föl, az a lényeg, hogy egy ilyen pufi fejű ecset, és akkor ezt így az egész mozgószemhéjamra felvittem, mind a két oldalon, nagyon izgalmas. Crevella. Megpróbáltam nagyjából így eldolgozgatni mindenhol, és egyébként így élőben annyira nem narancsós, nem ennyire látványos talán, mint itt a videóban. Ezer éve nem húztam dusonat egyébként, és csak a fürdőszobában tudok, szóval így nem tudom milyen lesz. De most megpróbálok a másik tükörbe, szóval ezt lehet nem fogjátok annyira látni. És csak egy nagyon kicsi dusonat fogok használni, vagy felrakni. Ilyen kis szolidat. Mert nem hiszem, hogy Bexy annyira dusonalas lenne, hogy húzhat. Szóval csak egy étkem volt. Aztán áttértem a szemhéj tusozásra, amit ugye a videóban is elmondok, hogy nem nagyon tudok így videón keresztül, vagy így fürdőszobán kívül megtenni, mert nekem kell az a nagy tükör, kell a kényelem, kell, hogy ott tudja koncentrálni, és így kis tükörben annyira nem tudok, meg nem férek el, mert nekem támaszkodnom is kell hozzá, meg nem tudom, szóval így kész procedúra, amíg én tusolat húzok. Ráadásul már nagyon régen nem sminkeltem így ilyen szinten ki magam. Amikor a két tusod teljesen más nyelvesz, mint a miért akartam. Nem, hogy nem ikrek, de úgy, hogy nem is szomszédok. Szerintem most kimegyek a... Nem is hallgatok ilyeneket, szülye. Szóval, most kimegyek a fürdőbe, és megcsinálom a tusaimat ott, mert így nem tudom ebbe a kiszállt a körbe. Öröm és boldogság. Nagyjából megcsináltam, de rájöttem, hogy amúgy már ez a tusom is ki van nagyjából fogyva, tehát így elég nehéz volt, hogy ilyen csomós, meg már nincs benne, meg így Szóval ez volt leginkább a probléma forrása. Illetve nem teljesen hasonlítanak, akkor hiszem ugyanolyan, de már nem akartam jobban belenyúlni, mert akkor már a végén ilyen szemem lett volna. Tehát a tusozást azt így videón kívül fogom mindent is folytatni szerintem, mert videóban nem tudom megcsinálni. Vagy majd talán egy kis idő múlva sikerülni fog, de akkor nyilván melyen hangos a szemem lesz. Szóval, igen. De akkor folytassuk. Szóval, amikor már kész a tusolom, akkor átérhetek a szempilla spirálozásra, ami egy Essence-es The False Lashes Mascara. És ez a narancssárgás színű, mert van ugye rózsaszínben, meg ez a narancssárgás. Ja, és nem mondtam a termékeket, de a tusom is Essence, a szemöldökszerozám is Essence volt. Ugyebár az alapozom a jól ismert Catrice-es, ami az életem első alapozója igazából, és azt használom már, nem tudom, majdnem egy év, vagy nem tudom, mert annyira nem szoktam alapozózni. És ja, szóval az Catrice-es volt. És hát igazából itt elkészítettem a szempilláimat, leszedtem a felesleget, mert nagyon sok felesleget vagy festéket szed vesz fel a ecset, vagy ez a spirál részhez nem tudok beszélni. Szóval azt leszedegettem és felkentem. Na, a szempilla spirálozással is készen vagyok, és a fejem többi részére nem tervezek semmit rakni. Talán szájfényt szokott használni, de most azt sem szeretnék, hiszen így is elég fényes a szám. Nem kell most még az is. És így se lett teljesen egészen backfish, de amúgy kamerában sokkal narancssárgább ez a szín, mint élőben, vagy ilyen barackosabb. De nem tudom, én ezt a színt szoktam egyébként a barna nude sminkjeim alá használni általában alapnak, mert így jobban feldobni, nem tudom. De gondoltam, hogy azért valami szemhéj púdert is rakok most fel, ne csak tús legyen, meg szempilla spirál, mert konkrétan ebből állna az egész videó. De Bexy mégiscsak eléggé naturon, eléggé keveset szokott sminkelni, tehát nincs szó a könyves arról, hogy úristen 6 réteg sminket kell a fejére.
Tehát inkább csak a szemeimre koncentráltam, mert megkérdeztem Laurától is, és ő is azt mondta, hogy inkább csak a szemeit szokta sminkelni, és ugye a szemöldökét sem szokta szerintem, de hát nekem muszáj volt, mivel önmagában nagyon nem szeretem a szemöldökeimet, meg ilyesmi. Alapozó meg kellett ugye a bőröm miatt, hogy ne legyen annyira csúnya, és ja, igazából a videónak a sminkelős részével készen vagyok, és talán a sötétebb jobb lett volna, a sötétebb szemhéjpúder, de tényleg nem akartam túlzásba esni, és nem tudom. Majd megnézzük, hogy az egész outfitben hogy mutat ez a smink, szóval tartsatok velem! Mivel jól tudjuk, hogy Bexi általában bakancsot vagy tornacipőt visel, így most bakancsot húztam, a jó kis öreg Martens szemet. Az első összeállítás nagyon egyszerű, egy mondhatni csőfarmer, ugye a bakancs, és egy egyszerű fekete top, vagy trikó, vagy valami, ami igazából egy miniruha, csak én felsőnek hordom. A második összeállítás ugyanez, csak felvettem egy bőrcsekét, mert úgy gondoltam, hogy illene Bexihez. A harmadik összeállításhoz pedig ezt a keki színű jackimet vettem föl, tavaszi, vékony, aminek ugye a hátulján van egy ilyen halálfej cuccos, és hát ugye ez teljesen bexis a halálfej miatt, és szerintem tökre illik hozzá. Ebben az a pláne, hogy ugye a vállánál itt így ilyen kivágott, vagy nem is tudom, ez nem tudom mennyire bexis, de azért felvettem, mert mondom miért ne. Az utolsó pedig ugye a egyik feliratos felső, mert nagyon szeretem azért a feliratos felsőket, és úgy gondoltam, hogy a szöveg is jön a Bexihez, szóval úgy tulajdonképpen ennyi. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, bla 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 bla. Remélem, hogy tetszett, aztán majd jövök. Sziasztok!